Sotokan! Jubileumhoz érkezett a karate maraton, 10. alkalommal rendezte meg a Szappanos család az összetartás ünnepét. Szappanos Zoltán a 30 ezer technika teljesítése közben idézte fel az utóbbi évek nehézségeit. A 9. karate maratont azt nem tudtam megrendezni a Covid miatt, és ez egy óriási teher volt nekem, erre majdnem rá is ment az egészségem. Mert ugyanez a milő teljesen elő volt készítve, és a rendezvény előtt 14 nappal azt mondták, hogy lezárjuk az országot, tehát se kisebbe, sehova nem lehet megcsinálni. Meg volt rendelve minden érem, kupa, gyüm, minden, amit el lehet képzelni, és azt nem tudtam sajnos megtartani. Utána gondoltam, hogy várunk egy évet, hogy a következő évben megtartjuk, akkor sem sikerült, és akkor úgy döntöttem, hogy ez a rengeteg dolog, ami ezzel járt, azt én már nem tudom 3-4 év múlva odaadni egy 2019-es vagy hányas évszámú emlékérmeket, meg stb. És úgy gondoltam, hogy megcsináljuk online, és ezért én eldöntöttem, hogy 8500 kilométert mentem, és minden egyes részvevőnek személyesen vittem el a kupát, hogy érezze meg, hogy ez nem miattam volt, de ilyen sajnos még nem történt. Ezt muszáj voltam így lereagálni, és hozzáteszem, hogy most is ugyanez lenne a döntésem, mert az emberi egészség, az teljesen mindegy, bárki bármit mond, az a legfontosabb dolog, ami létezhet. Zoltán megosztotta, 3 év kihagyás után, miként készültek jubileumi sportrendezvényükre. Ugyanavval a erőbedobással készültünk, de nagyon nehéz volt. Az egész teljeset föl kellett építeni, ezt az egész rendezvényt, de én úgy gondoltam, hogy a színvonalból semmi esetre sem szabad visszavennünk, bármennyien is leszünk. Mert nekem a szüleim mindig arra tanítottak, hogy kisfiam egyet jegyezzél meg. Mindig avval kell foglalkozni, aki ott van. Mert ők megérdemlik, ők fogják adni azt a szeretetet, őt fogják megtölteni ezt a termet energiával, és nekem ez a legfontosabb. És én ezért ők nekik mindent megteszek, mert ők is megtesznek értem mindent, mert szeretnek. Mai rendezvényre olyan 250, közel 250 nevezés érkezett. Ezen kívül még vannak olyan nevezések, mivel sok Európa-bajnokság és világbajnokság van európai országon belül, ahol elég sokan mentek el, akik itt szoktak lenni, és ők online fogják megcsinálni ezt a karatamaratont, ugyanúgy az érmek, kupák, minden jár nekik, de sajnos nem tudtak itt lenni, de viszont tisztelik ezt a munkásságot, ezt a barátságot, ezt az összetartást, és őt otthon fogják megcsinálni saját berkeken belül. Jelen pillanatban 4 országból érkeztek résztvevők, 4 vagy 5 Németországból, Szerbiából, Luxemburgból, Hollandiából, Szlovákiából, Magyarország természetes. Ezen a rendezvényen most jelen pillanatban 17 stílus szervezet képviseltette magát, képviseli magát. Hát ezt felsorolni most nem tudom, nem tudnám, de ez egy óriási, tehát lehet azt mondani minden nagy képviség nélkül, hogy Európa legnagyobb stílusszervezeteket összefogó eseménye. És azért mondom, hogy az egyik legnagyobb, mert soha nem mondom azt, ha még a legnagyobb, akkor sem, mert soha nem mondom azt, hogy ez a legnagyobb. Mindegyik jó, mindegyik a maga szintjén jó, és azokat is minden tisztelni kell és becsülni. Elhangzott, hogy 10 éves a karate maraton. Na most hát van egy másik nagyon fontos dátum, ami elmúlt évben kezdődött, és 1 évet szánunk arra, annak az ünneplésére, hogy a magyar karate 50 éves. Úgyhogy 1972-re tesszük a kezdetét. Talán emlékeztek rá, hogy a Furkó Kálmán többet magával akkor kezdett a Testnevelés Egyetemen karatét tanulni a Mészáros Attilától, és hát a Galla Ferenc tanár úr volt az, aki lehetőséget biztosított arra, hogy legálisan elkezdődjön a karate gyakorlása Magyarországon. Ennek a kapcsán a Sihánról egy emlék
szekrényt is kihelyeztünk, és egy emléktábla is kihelyezésre került a Testnevelés Egyetemen. És fantasztikus dolog, a küzdősport tanszéken csak a judó és csak a karate van ott meghonosítva, úgyhogy fantasztikus dolog. És hát hadd mondjam, hogy ez a 10 év, amit a Szenszei Szappanó Zoltán beletett a karate maraton szervezésébe, ez beépült. Ez része a Magyar Karate 50 évének. Én azt gondolom, hogy egy olyan cselekedetet, olyan dolgot hajtottál és hoztál létre, ami közelebb hozza a magyar karatésokat. Fantasztikusak a jelszavak, a barátság, a szeretet. Hát a szeretet. Tulajdonképpen a mi dolgunk, ha mondhatom őszintén, van egy eszközünk a karate, és a karate tevékenységünkön keresztül tudjuk kifejezni és fejleszteni a barátságunkat és a szeretetünket, és ezt szeretném megköszönni a Szenszeinek, azzal, hogy csináltattam neki az 50 éves jubileum alkalmából egy névre szóló plakettet, megérdemelten azok között, akik segítették, támogatták és fejlesztették a magyar karatét. Köszönöm szépen! A szervezők nem feledkeznek meg támogatóikról sem, akiknek minden alkalommal saját készítésű kerámiával köszönik meg, hogy hozzájárulnak a karate maraton megvalósulásához, sokak között a Kisduna TV stábja is. A Kisduna TV-től Menik Tibornak. Közből indultunk, csodaszarvast követtünk, Árpád vére fennmaradt Magyarország. A csillagok megmutatták, hol lesz Magyarország. Örökségük ránk hagyták Magyarország. Ország a sok közül, mit saját népe vesz körül, István óta szent e hely, Magyarország. A 10 etap közül egyet az emlékezésnek szánnak a résztvevők, mindazokra emlékeznek, akik már nem lehetnek köztünk. Akik nincsenek itt, nem is értenének a szóból. Aki barát, de lehet még ellened is, mindazokért egy-egy gyertya égjen. Erőből minden technika, 50% mindig kiállj! Magata! Erőből minden technika harci értéke legyen!